műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadnagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Szép jó reggelt kívánunk, ez tehát a Millás reggeli. Péntek van, és 6 óra 31 és fél perc, és felhős az ég, és így is marad egy darabig, de azért még az is lehet, hogy lesz némi napsütés a mai napon. Mihálovics Andrással köszöntünk mindenkit. Ács Gábor némileg rezignáltan, visszafogottan jelentkezett be ma reggel, ahelyett, hogy a levegőbe csapott volna, és torka szakadtából üvöltötte volna, hogy a Giro d'Italia, azaz a világ második legrangosabb országúti kerékpár versenyében éppen magyar áll az élen, övé tehát a rózsaszín trikó. Hát nem találunk szavakat, Walter Attila, 22 éves csömöri srácról van szó, úgyhogy le a kalappal az első mondatai, mindenképpen az övék, még a jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak előtt. Igen, ez nagyon jó érzés, igen. Abszolút, szuper, gratulálunk neki, bármi ez is lesz a vége. Ezt én nem láttam jönni, Gábor. Tehát én nem tudtam, hogy mi egyáltalán valamit tudunk. Majd hallgass a Millás reggeli című műsort időnként, és akkor látod. Hallgattam, mert... de minek, érted, ott is nem, dől a hülyeség állandóan. Volt róla szó, hát nem mi találtuk ki, hanem az egyik kedves nyilatkozónk keverte bele, és nem mondta, hogy rózsaszín trikója lesz, de azt, hogy Walter Attila nagyon jól áll, és esélyes még többre is, azt bizony említettük a igen, az ásványvizes beszélgetésben. Igen. Úgyhogy... Pont nem voltam. Elnézést, hogy az öt munkanapból egyen véletlenül nem voltam itt. Köszönöm hát, szépen a igen. Szóval én is onnan értesültem róla, és kezdtem jobban figyelni a híreket, de ez, azt pont most láttam, hogy még a kommentátorokat is meglepte, és kicsit lassan esett le nekik, hogy összetett beváltozás állt be, tehát akik élőbe közvetítették az eseményt nekik is. Úgyhogy fantasztikus, tényleg nagyon jó nézni, illetve hallani az ilyen híreket. Úgyhogy gratulálunk neki, és további sok sikert kívánunk. Közlekedéssel kapcsolatosan az M3-as bevezetőről már rossz hírek érkeznek, csak hogy a magyar kis péntek reggeli rögvalóságba is átcsónakázzunk. Ígérem, hogy ennél nagyobb képzavarral már nem készülök a mai napra. Szóval a szokásos útvonalon egy kicsit később indulással Vácról az M2-esen kellemes forgalmi viszonyok között lehet közlekedni az M3-as bevezetőig. Onnan viszont a Kagylóskúttól már szinte lépésben halad a forgalom, ez majdnem minden nap így van. Ott látszott a legjobban az iskola beindulása és a forgalom növekedés, hogy már meglepően korán, tehát itt nálunk adáskezdéskor is már a nullástól befele nagyon durva araszolás alakulgatott ki az elmúlt napokban. Szinte mindig 48 perc menetidőt mért, tehát Dékartás, Zugló, Hermina mezőig Vácról, viszont ebben benne volt egy megállás kávétöltés okán is. Ilyen rébuszokat elrejt itt időnként Dékartás, egyből fölmerül az emberben a kínzó kérdés, hogy ma vajon, ha eddig nem szokott, és egyben tolja, akkor miért kellett megállni kávézni? Na, oké. Lehet, hogy ezt se tudjuk meg soha. El kekeckedjél. Nem kekeckedek, csak kíváncsi vagyok. Dékartás, előbb velem,
aztán Walter Attilával, aztán most Dékartárssal, mi a túró van itt, morgós péntek? Nem, abszolút. Zsolt kollega is azzal indított, hogy optimista péntek van, mondtam, hogy én akkor átadom Macinak a lehetőséget, mert én véletlenül nem vagyok optimista. Belemorognék valamiben, úgyhogy ez a... De te asztalod, a te találmányod, a te édes gyermeked, úgyhogy igen. Tessék valami rendkívül optimistát mondani. Hát most Walter mondtam, hogy Walter Attila rajta kívül. Rajta kívül. Ja. Hát jön a hétvége. Öreg, nem, öregszel, ez jobban ment régen. Tehát azért nálad is látsz, igen, az idő vasfoga. Beléd harapott, tehát nincs mese. El kell, hogy ismerd. De még mekkorát. Na jó, nézzük akkor, kik születtek. Köszönjük. Hát azért, mert fagyos szentek vannak, Bonifác névnapja van ma. Úgyhogy ilyenkor a gazda kicsit aggodalmaskodik, és nem tud maradéktalanul optimistán tekinteni a jövőbe, de azt kell mondjam, hogy májusi eső aranyat ér, hogy egy másik népi szokást vagy hiedelmet is ide, úgyhogy ilyen Jánusz arcú vagyok a ma reggellel kapcsolatban, mert eseget is, de hát fagyos szentek, amik hideg van, vigyázzunk. Ó, figyelj, D-kartás megírta egyébként, nagyon egyszerű oka van, M-kartás 4 óra 15 perckor kelt ma. Isteni. Úgyhogy igen, hogyha a tervezetnél jóval korábban kelünk, akkor lehet hamarabb kifogy a muníció is. De lassan D-kartás jöhetne rádiózni, hogy amikor M-kartás fel kell 4 óra 15 perckor, akkor beül az autójába, bejön a stúdióba, rádiózik egyet, és utána még beír a munkahelyére is. Igen. Mi is ilyenkor szoktunk néha gelni, hát nem is 4-15-kor, de na mindegy. Figyelj, a legjobb. Milyen színű pólót mondtál, nem rózsaszint mondtál? Azt mondtam. Szerintem is, mert valaki megírja, hogy Walter Atti rózsaszín. De akkor lehet, hogy csak nem hallott az elejét, a fölkelt a kedves hallgató. Nem, emlékeztetni akar, hogy mindenképpen beszéljünk arról, hogy Walter Attila 6 szakasz után a világ második legrangosabb kerékpárversenyén, a Giro d'Italián, éppen összetettben ő vezet, övé a rózsaszín. Ismétlem, jó, persze, de nem kell ismételgetni, csak hogy megijedtem egy pillanatra, hogy hát, ha rosszul mondtuk. Mert a fehér póló már előtte való napokon is az övé volt. Figyeld, ez az üzenet, ez elképesztő. Mai születésnaposok, írja a hallgató. Mark Zuckerberg, George Lucas, Kate Blanchett, Tim Ross, Gyabronka József, szerény személyem, Black Belt Jones. Elbújt benne a lényeg. Hát figyelj, aki ezt ilyen ügyesen küldte be nekünk, hát engedd meg, hogy elsőként akkor téged köszöntsünk, mert ez így zseniális volt. De azért... És már el is vette a kenyerünket. Tehát. De azért emlékezzünk meg a többiekről még egyszer, meg hát, ha valakit kihagytunk. Kihagytuk bizony, például Kammermayer Károly, Budapest első polgármesterét, 1829. május 14-én született, Nemes Kürti tanár urat is kihagytuk, ő Széchenyi és Kossuth díjas magyar író, irodalom és filmtörténész, egyetemi tanár, imádtam a történelmi munkáit, és imádom a történelmi munkáit. Aztán itt van Huszárik Zoltán, Balázs Béla díjas magyar filmrendező, grafikus, érdemes művész, ő kerek évfordulót ünnepelne, 1931-ben született ugyanis, és a hallgató nem említette meg Demján Sándor, magyar üzletembert, vállalkozott, aki ugyan 2018-ban elhunyt, de 1943. május 14-én született, maradandót alkotott a magyar gazdaságban, úgyhogy mindenképpen meg kell emlékezni róla, és igen, George Lucas, filmrendező, a Csillagok háborúja, Univerzum kitalálója, Tim Roth, egyik nagy kedvencem, amerikai színész, a savanyú ábrázatával 1961-ben ezen a napon született, és hát Mark Zuckerberg, amerikai feltaláló, a Facebook közösségi oldal megalkotója is ünnepli a születésnapját, 1984. május 14-én sírt fel édes anyja karjaiban. Oké, na, azt mondja, igen, ma tegnap is jöttek Walter Attilás, majdnem e-mailt mondtam, üzenetek, el is vesztem bennük. Jaj, de jó, hát értelemszerűen Lőpapa volt az első, aki ezt észrevette, és figyelt rá tőle, és várjuk a közlekedés infokat, meg mindenki mástól. Beesett néhány ilyen utazásos kérdés is, azokat majd a helyükön kezeljük, ami alatt azt értem, hogy majd 9 óra utána fapados rovatban megpróbálok rájuk válaszolni, úgyhogy összegyűjtők. Hát úgy tűnik, hogy a legnagyobb bizonytalanság ezzel a vakcina igazolvány, vagy védettség igazolvány külföldi elfogadhatóságával kapcsolatosan, illetve ha nekem kihozod van, ma a műsorba, de... ha most kihozod a műsorba, igen, hogy Bahreinben is kérnek plusz dokumentumot a plastiklapon kívül, akkor megharapom magam.
figyelj, ez benne van a pakliban, hogy bárhol kérhetnek. Ugye ez a héten ez kiderült, hogy nem úgy van az, hogy azzal csak úgy fölmutatva be lehet utazni. Ez bárhol. Innentől a kérdés fölmerül, hogy akkor meg mit ér? Mármint mit érnek ezek a bejelentett kétoldalú megállapodások, hogyha amúgy is be lehet utazni megfelelő igazolással pont ugyanazokba az országokba, de akkor ezt majd megpróbáljuk akkor részletesen tisztába tenni. Ezt is mondjuk úgy. Ja, itt a házitról, de még csak köszönt úgy, hogy akkor gyorsan... Jó van, gyorsan addig se oszt minket, ameddig zenélünk. Jó.